Tisztelt vendégeink, kedves közönségünk! A Levendula Színpad kulturális közhasznú nonprofit Kft. És a Tihanyi Szabadtéri Játékok nonprofit Kft. Nevében tisztelettel köszöntöm Önöket az újjászületett Tihanyi Bújtor István Szabadtéri Színpad átadási ünnepségén. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Fekete Péter államtitkár urat, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális államtitkárát, dr. Kontrát Károlyt, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát, Tihany és a térség országgyűlési képviselőjét, Tósok Imrét, Tihany polgármesterét, Bújtor Judit asszonyt, a Tihanyi Szabadtéri Játékok művészeti vezetőjét, Pataki Bencét, a Tihanyi Levendula Színpad kulturális hasznú nonprofit Kft. Ügyvezetőjét. És most átadom államtitkár úrnak a szót, köszöntse ő is Önöket. Dicsőség a színház csinálóknak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az elmúlt 15 hónapban a világ, Európa és Magyarország is egy sokkon esett keresztül. Én pár nappal ezelőtt ültem össze a külképviseleteknek a vezetőivel, és mérleget készítettünk. Önök nem gondolnák, hogy nagyon kevés olyan ország van, ahol a színházak, a koncerttermek, a szabadtéri színpadok nyitva lehetnek. Szerencsések vagyunk, hogy itt ülhetünk, szerencsések vagyunk, hogy nálunk a járványt, a pandémiát ilyen sikerrel tudtuk legyőzni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 15 hónap alatt a kulturális életnek a képviselői nem lógatták a lábukat. Tudták, hogy majd egyszer túl leszünk a járványon, tudták, hogy majd egyszer nekik kell átvenni a staféta botot az orvosoktól, az egészségügyi dolgozóktól, a rendvédelmiektől, hiszen vissza kell hozni az életet, hiszen újra kell indítani az életet, hiszen le kell csalogatni az embereket a lakásaikból, rá kell venni őket, hogy tegyék el a kütyüiket, hogy ne használják most egy picit a mobiltelefonjaikat, hogy ismét eljöhetnek a színterekbe, a színházakba, egymás mellett ülhetnek, és kulturális produkciókat nézhetnek meg. Tudták, készültek 15 hónapon keresztül, és ha önök most kinyitják a kulturális ajánlókat, akkor látják, hogy új és új produkcióknak a tucatjaival állnak készen, hogy szórakoztassák önöket. De nem elég új produkciókat létrehozni, ezeket az új produkciókat valahova be kell fogadni. Ezért mondtam, hogy dicsőség a színház csinálóknak, hiszen aki romból színházat emel, aki közösségi teret hoz létre, aki lehetővé teszi, hogy önök kényelmes széken tudjanak végignézni egy előadást, azoknak dicsőség. Az első taps természetesen azért a Bújtor Istváné, aki megálmodta, kitalálta, és annak idején elindította. Küldjünk neki egy tapsot, kérem. A második taps azért a Bújtor Juditté, aki továbbvitte, nem engedte, hogy megálljon, tartalommal töltötte meg. Kérem, engedjék meg, hogy az én tapsomat pedig annak a Kontrát Károly képviselő úrnak ajánljam, aki az elmúlt fél évben két hetenként bejött hozzám, hogy pénzt kell biztosítani arra, hogy megújuljon ez a színház. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, legyenek nagyon büszkék arra, hogy mi magyarok kinyithattuk először Európában a színházainkat. Kérem, hogy vigyék a jó hírét, hogy megújult ez a fantasztikus színtér. Kérem, hogy csalják el az ismerőseiket, barátaikat, töltsék meg folyamatosan nézőkkel. Én biztos vagyok benne, hogy a művészek meg fogják tölteni jó tartalommal. Köszönöm, hogy velünk vannak. Köszönöm szépen, államtitkár úr, és most felkérném a Levendula Színpad kulturális közhasznú nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, hogy mondjon köszönetet a felújításban résztvevőknek. Tiszteletem, jó estét kívánok mindenkinek. Pataki Bence vagyok, a Levendula Színpad Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Külön öröm számomra, hogy köreimben üdvözölhetem Elsimon László országgyűlési képviselőt és miniszteri biztos urat is. Valamint
valamint külön köszöntöm a tihanyi lakosságot és a kedves közönségünket. Kérem, nézzék el nekem, hogy papírral a kezemben állok itt önök előtt, de gyakorló operaénekesként valamiért a nyilvános beszéd, az sajnos nem tartozik az erősségeim közé. Ezt meg elénekelni, hát na mindegy, szóval érdekes lenne. Folytatnám. Az a csoda, amelyet Bújtor István és felesége Bújtor Judit álmodott meg immáron 18 évvel ezelőtt, azt gondolom, hogy megkérdőjelezhetetlen és stabil pontja a Balaton és a térség kulturális életének. Az, hogy évről évre, nyárról nyárra színvonalas színházi előadások kapnak helyet ezen a színpadon, már 18 éve egy olyan siker, melyet érdemes hangoztatni, támogatni, és magyarként büszkének lenni rá. A színpad, melyen állok, és az alatta található épület, melynek tetején beszélhetek most önökhöz, tiszteletre méltó. Magyarország legnagyobb színészeinek, leghíresebb rendezőinek és legsikeresebb előadásainak adott már otthont. Azt gondolom, többet látott, hallott és élt át az elmúlt közel két évtizedben a színházi világgal kapcsolatban, mint bárki, aki a 18 évben megfordult ezen a helyen. Szeretném megköszönni a bizalmat és a lehetőséget Bújtor Juditnak. Megtiszteltetés, hogy ápolhattuk, felújíthattuk, és a jövőben is foglalkozhatunk ennek a fantasztikus szabadtéri színháznak a jövőjével. A két cég között létrejött együttműködésnek és az Emberi Erőforrások Minisztériumának 130 milliós támogatásának hála megújulhatott az alépítmény, a teljes színpadi játéktér, a zenekarjárok, valamint az előadásokhoz szorosan kapcsolódó technikai arzenál. Az alépítményben található raktárak, öltözők teljes körű felújításon estek át, új burkolatot és minden egyéb vizes blokk, stb. Megújításra került. Én azt gondolom a visszajelzésekből, hogy ez sikeresen megtörtént, és mindenki elégedett. A színpadi játéktér megújulása az főleg a technikában, hang- és fénytechnikában, valamint a fedésben, színpad fedésben lesz majd látható. Ezt szeptemberben fogjuk tudni átadni. Ez egy jóval nagyobb, monumentálisabb és maximálisan alkalmas fedés lesz arra, hogy teljes kőszínházi előadásokat is be tudjunk itt mutatni. A befogadó színkászként működő Bújtor István szabadtéri színpad további 60 millió forint állami támogatást kapott idén az előadások megvalósítására és a színpad működtetésére is, melyet szintén tisztelettel köszönünk. Megragadnám az alkalmat, és megköszönöm azoknak az üzleti partnereknek és szervezeteknek is az áldozatos munkáját, akik a felújításban és annak leszervezésében is részt vettek, segítették eme nemes cél létrejöttét. Köszönetet mondok Tihany község önkormányzatának, a Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-nak az áldozatos egyeztetési és támogatási feladataiért, a TSPC Kft.-nek a tervezési feladatok ellátásáért, a Lingurár építőipari kivitelező kereskedelmi és szolgáltató Kft.-nek és az Iniltem Kft.-nek a felújításban való áldozatos és kitartó munkájáért, a DP Music Kft.-nak, az ES Audio Kft.-nek és a BL Crew Kft.-nek a hangfény és fedéstechnikai eszközök beszerzéséért, valamint a Direct Out kereskedelmi és szolgáltató BT.-nek a technikai arzenál alkalmankénti kiegészítéséért és annak teljes körű és szakszelű kezeléséért. Név szerint szeretném még kiemelni Fejt Józsefet, Hunyadi Alexet és Tóth Attillát fáradhatatlan lelkesedéséért és áldozatos munkájáért, akik nélkül most ez a mikrofon sem állna itt előttem, és akik nélkül nem jutnánk el ma este sem mezítláb a parkba. És akinek még szintén meg kell, hogy köszönjem a rengeteg segítséget, és aki nélkül egyikünk sem élvezhette volna az elmúlt 18 év előadásait, és ezt a ma estét, az Mészáros Zoltán. Állandó szervezési partnerem, Bújtor István egykori jó barátja és Bújtor Judit asszony jobb keze. Kérnék neki egy tapsot, hogyha szabad. Köszönöm szépen. Én ezzel mondandóm végére is értem. Mindenkinek jó egészséget kívánok, és vigyázzanak magukra és egymásra. Köszönöm a figyelmet, jó szórakozást kívánok.
Köszönjük szépen, ügyvezető igazgató úr, és most felkérném Tósok Imre polgármester urat, hogy ő is köszöntse a megjelenteket. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek, nagyon nehéz két ilyen alapos felszólalás után bármilyen okosat is mondani önöknek, de azért azt el kell, hogy mondjam, hogy szerintem ez öröm ünnep Tihanynak, és öröm ünnep a Bújtor István Szabadtéri Színháznak is, hogy ez a megújítás megtörténhetett. Nagyon régóta készülődünk erre a megújításra, a színpad felújítására és a környezetének a felújítására, és boldogok vagyunk, hogy ez az idei évben elindulhatott. Talán önök is örülnek annak, hogy új székeken ülhetnek. Biztos vagyok benne, hogy a színészek és a színházi munkatársak is örülnek az új környezetnek. Megújult ez a színpad, amin éppen állunk, és ennek köszönhetően a jövőben sokkal komolyabb produkciókat is majd be tudunk mutatni önöknek. Olyanokat, amelyeket az elmúlt években már a színpad műszaki problémái miatt nem volt lehetőségünk. Én nagyon szépen köszönöm államtitkár uraknak az anyagi támogatást. Szeretném megköszönni a magyar kormánynak is a támogatását ahhoz, hogy ez a fejlesztés megvalósulhatott. De talán nagyon fontos megköszönnöm a Tihanyi Szabadtéri Játékok Kft. Ügyvezetésének és a Levendula Színpad Kft.-nek is, hogy konstruktívak voltak abban, hogy ez az együttműködés létrejöhessen. Ezzel a mai nappal egy időszak lezárul, és egy új fejezet indul a Tihanyi Szabadtéri Játékok és a Bújtor István Szabadtéri Színháznak az életében. Bújtor István 18 évvel ezelőtt vette át ennek a színháznak a működtetését, és nagyon sok energiát fektetett bele. Az ő munkájának volt az köszönhető, hogy évről évre egyre több ember látogatott el hozzánk, és azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy Tihany egyik turisztikai attraktivitása lett ez a színház. Amikor Bújtor Istvántól átvette feleség ennek a színháznak a működtetését, én nagyon fontosnak éreztem, hogy Bújtor István szellemisége tovább élt ezen a színpadon. És én azt szeretném, és azt kívánom, hogy ennek a közös együttműködésnek is köszönhetően ez a szellemiség a jövőben is fennmaradjon. És magunknak, mert én is önökhöz tartozom, nézőkhöz, azt kívánom, hogy egyre több színvonalas előadást láthassunk itt a színpadon, és ma estére önöknek kellemes élményeket kívánok. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr, és most hadd adjam át a szót annak, aki nélkül nem jöhettek volna létre az ezévi előadások sem. Köszöntsék egy tapssal Bújtor Judit asszonyt! Köszönöm szépen. Hát igen, nagykorúak lettünk. 18 évvel ezelőtt, mikor István megálmodta és létrehozta ezt a színházat, 13 előadás volt és 4000 néző. Ma 26 előadás van és 13000 néző jön hozzánk az ország minden tájáról, sőt még külföldről is. Ugye a nagykorúságnál szoktak ajándékot adni. Köszönöm szépen, hogy ezt megkaptuk, ezt a támogatást, hogy a színpadot ma egy ilyen formában fölavathatjuk. És ezáltal eddig is, de most aztán pláne a Balaton legszebb színháza lett. És engedjék meg, hogy ezen a jeles napon önöknek, a közönségnek köszönjem meg azt, hogy jó időben és néha esőben is velünk voltak, hűek voltak, hűségesek, kitartottak velünk és mellettünk, és csak azt ígérhetem, hogy a szokott, nagyon magas színvonalú színházi élményeket a jövőben is fogjuk önöknek nyújtani, ezzel is őrizve István emlékét. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Judit asszony gondolatait, és most felkérném Kontrát Károly államtitkár urat, hogy ő is köszöntse a jelenlévőket. Jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Boldog vagyok, hogy itt lehetek, és önökkel együtt ünnepelhetek, és örülök annak, hogy elkészült a Bújtor István Szabadtéri Színpad felújítása. Köszönöm Magyarország kormányának, köszönöm az Emberi Erőforrások Minisztériumának, Fekete Péter államtitkár úrnak, Elsi barátunknak, mindenkinek, aki ezért dolgozott, és én köszönöm önöknek is, hogy ezért a programért dolgozhattam. Készen állok a további feladatokra is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, államtitkár úr.
És most én felkérem Fekete Péter államtitkár urat, hogy egy csokor virággal köszönje meg Bújtor Judit. Hát ilyen jó dolgom, hogy ennyi úrtól kapok virágot, már nagyon régen volt. Kedves vendégeink, kedves közönségünk, ezzel átadunk, végéhez értünk. Rövidesen Neil Simon Mezítláb a parkban című darabját tekinthetik meg a Körúti Színház előadásában. Én további jó szórakozást, szép nyárestét, szép hétvégét kívánok mindenkinek, a viszontlátásra.